Új helyszínen rendezték meg a Magyar Honvédség napját Visegrádon május 21-én. A tábornoknak címzett vendégház udvarán a 2019-ben felavatott Görgei Artúr szobornál tartották az ünnepséget. 1992-től kormányrendelet alapján ezen a napon emlékeznek arra, hogy az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 3 hetes ostrom után a Görgei Artúr tábornok által vezetett honvédsereg visszafoglalta Budavárát Henczi osztrák császári tábornok csapatától. Mikesi Tamás, a Mátyás Király Művelődési Ház igazgatója elmondta, hogy visegrádiként nem csak erre az évfordulóra emlékeznek, hanem Görgei Artúr halálára is, hiszen 1916. május 21-én hunyt el a településen élő tábornok. Idén kivételes rendhagyó módon nem a Görgei villánál lévő emléktáblánál, illetve a szobornál koszorúzunk, hanem eljöttünk ide a tábornok vendégházhoz. Ami azt gondolom azért nem ördögtől való gondolat, hiszen ha visszagondolunk arra, hogy május 21-én Buda visszavételére is emlékezünk, akkor ez a szobor, amelyik pont a győztes tábornoknak állít emléket, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk ezen megemlékezés alkalmából. Gróf Péter, régész történész, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának főmuzeológusa olvasta fel a komáromi kiáltványt, és mondta el köszöntőjét. Emlékezzetek róla, ha új csatára keltek. És minthogy élő hitem, miszerint köztetek alig van, ki egy gyáva életet jobban szeretne a dicső halálnál, és ki velem egyformán nem érezné, hogy olyan nemzetet, melynek fiai hasonlók a szolnoki, hatvani, bicskei, isaszegi, váci, nagysallói, komáromi hősökhöz rabbá tenni többé nem lehet. Míg a legborzasztóbb ágyútűzben is csak egy jelszavam maradt hozzátok. Előre bajtársaim, mindig előre. Emlékezzetek róla, ha új csatára keltek. Gróf Péter elmondta, a kiáltványt egy 31 éves, szemüveges, szigorú tekintetű, néhány bajtársa szerint érzéketlen és cinikus katonatiszt, a Magyar Honvédség fővezére, Görgei Artúr tábornok írta 1848. április 28-án, miután a honvédek alig egy hónap alatt a csatában fényes győzelmet aratva Komáromig jutottak el, felmentve az ostromló erődöt. Ez a kiáltvány egyszer egy győzelmi hadjelentés, és egyszer egy költői magasságokba szárnyaló búzdító írás. Nem egy természettudós racionalitásával foglalkozó katona, hanem egy forradalmi lelkesült, bátor, fiatal hadvezérírása, Görgei Artúré, aki a tisztikarának az egyik legjobban képzett katonája volt. A Váza gyalogezredben gyalogsági, a Tulni utásziskolában műszaki kiképzésben részesült. A bécsi magyar királyi nemesi testőrségben vezérkari, míg a Nádor huszárezredben lovagsági képzettséget szerzett. Katonai pályája során összesen 10 hadjáratban vett részt, ezek közül 7-et ő maga vezetett, és csak egyben nem sikerült rákényszeríteni akaratát az ellenségre. A szabadságharc 11 nagy csatájából 7-ben volt ott, 5-öt ő maga vezetett, és ezek közül csupán egyet veszített el. Haditerveit merészség jellemezte, de nem ment túl az észszerű mértéken, és ok nélkül nem kockáztatta katonái életét. Jól ismerte a felkínálkozó helyzeteket, többször is meglette és megzavarta a túlerőben levő ellenfelet, és gyakran bátor személyes fellépésével döntötte el egy-egy összecsapás sorsát. 1848-49-ben ővé volt a legszervezettebb sereg, katonái tűzbe mentek érte. Gróf Péter továbbá elmondta, a diadalmas tavaszi hadjárat után a magyar politikai és katonai vezetésnek döntenie kellett, hogy támadást indít Bécs felé, vagy visszafoglalják Budát. Mivel az osztrák sereg nem szenvedett megsemmisítő vereséget, és a tavaszi hadjárat során a magyar sereg elfáradt, és készleteik kimerültek, kockázatos lett volna Budavárát maguk mögött hagyni. A 31 ezer fős magyar honvédsereg május 4-én érkezett a vár falai alá. Görgei Artúr tábornok megadásra szólította fel a vár védőit, másrészt kérte a parancsnokot, hogy a küzdelmet a pesti oldal és a civil lakosság megkímélésével vívják meg. Henczi válaszul katonai szempontból teljesen értelmetlenül tüzérségével bombázni kezdte a pesti rakparton álló klasszicista épületsort, amely az ostrom 17 napja alatt teljesen el is pusztult. A Komáromból megérkező ostromágyúkkal május 16-ától kezdve folyamatosan lőtték a várfalait.
több sikertelen támadás után 1849. május 20-án a döntő rohamot Görgei május 21-ére tűzte ki. 1849. május 20-án Nagy Sándor József vezérőrnagy főadi szállásán vacsorát adott a tiszti karának. Ott volt Schulz Boldog alezredes, akit ekkor már Bátorinak neveztek, hihetetlen vitézségéért. Nagy Sándor Bátorira emelte poharát, idézem. A boldog megérkezett, most már bátran elmondhatjuk, hogy szerencsét hozott, mert Boldog a neve. Mi győzni fogunk, éljen ő és a haza. Bátori válasza lakonikus volt, idézem. Minden esetre Buda várában fogunk reggelizni. Május 21-én hajnalban megindult a roham, mely 17 napig tartott. A magyar hadsereg katonáiból 368 fő esett el, és mintegy 200-an sebesültek meg. Ezzel szemben az osztrák sereg veresége 710 fő volt, körülbelül 4000 katona esett fogságba. A győzelem Görgei Artúr és a magyar honvédsereg nagy diadala volt. Nem véletlen tehát, hogy ezt a napot nevezték ki a magyar honvédelem napjának. Mi itt Visegrádon évtizedek óta igyekszünk méltó módon megemlékezni Görgei Artúrról, aki küzdelmes élete utolsó évtizedeit Visegrádon töltötte, és ez több emlékhely örökíti meg. 1933-ban a Görgei Bércen Zsitvai Tibor a nemzetgyűlés elnöke, igazságügyminiszter, Visegrád mecénása állított emlékművet Görgeinek a tábornokot ábrázoló plakettel. A jubileumi Görgei évek visegrádi rendezvényeinek sorában 2018. január 29-én ifjabb Szlávis László alkotását dr. Földvári Gábor a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára és Félegyházi András polgármester avatta fel a Visegrádi Városházán. 2018. május 16-án Áder János köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka avatta fel a tábornok visegrádi lakhelye mellett felállított mellszobrot. Bánó László és felesége, Bánóné Rédai Anna, Görgei tábor, Artúr tábornok iránti tiszteletből úgy döntöttek, hogy itt a tábornokhoz címzett vendégház udvarán felállítják az 1848-49-es szabadságharc fővezérének mellszobrát, amelyet 2019. szeptember 19-én Bozó Tibor dandártábornok, a Görgei Artúr nevét viselő HN Altiszti Akadémia parancsnoka és Félegyházi András polgármester avatott fel. Ez utóbbi két alkotás Skok Iván műve. Külön öröm számomra, hogy az idei május 21-i megemlékezést itt tarthatjuk, ami hitem szerint néhai kedves barátunk Bánó László szándékával is találkozik. A beszédeket követően Farkas Enikő énekelt, és a megemlékezést koszorúzással zárták. Nem sirat az, mert el vagyon sejhaj temetve, a sírjára rozmaring van ültetve. Nem sirat az, mert el vagyon sejhaj temetve, a sírjára rozmaring van ültetve.